változás miatt az ökológiai folyamatok megváltozhatnak, ami hatással lehet a talaj szerves anyag készletére. A regionális klímaváltozás modellre Közép-Európára melegebb és száraz nyarakat, valamint enyhébb és csapadékosabb feleket jósolnak. Mindez komoly aszályokat okozhat az országban, ami mezőgazdasági szempontból jelentős termékkieséshez vezethet. A talajnedvesség meghatározza a talaj levegő és hőgazdálkodását. Én a talaj élet és a biológia egyensúlyról fogok beszélni. A termőtalaj a leggazdagabb élettér a Földön. Élő és élettelen komponensekből tevődik össze, 50-60%-ban szilárd és 40-50%-ban pedig gáznemű, illetve folyékony halmazállapotú. Egy marék Földben több élőlény találunk, mint ahány embert a Földön, s e talajlakó élőlények nélkül nem éltett volna létre a közeg, amit ma talajként ismerünk. A talaj edafonnak óriási szerepe van a lebontásban, valamint az energia áramlásában és a tápanyag körforgásában. Az edafonnak az összetevői a mikroszervezetek, állatok és a növények. Ezen belül a mikroszervezeteknél a baktériumok, sugárgombák és algák, fonalas gombák és vírusok. Az állatoknál mikrofauna, ami azt jelenti, hogy egysejtűek, fonálférgek, mezofaunák, ugróvillások, termeszek, patkák és makrofaunák, mint például rovarok és puhatestűek, és a növényeknél pedig mikroméretűek, algák és magasabb rendűek, például magvak, gumók, hagymák és gyökerek. Az európai talajok 30 cm vastagságú rétegében 1 négyzetméteren átlagosan 1 millió baktérium, 0,5 millió ostoros egysejtű, 1 milliárd gomba, 1 millió alga, 1 millió fonálféreg, 100 bogár, 80 földigi liszta és 50 pók él. Elég sok élőlény. A talajban élő szervezetek ösztömege körülbelül megegyezik a felszínen élő természetes biomassza tömegével, az élőlények összsúlyával. Ez jó termőképességű talaj esetében hektáronként 20 tonnát is meghaladhatja. Tudjuk, hogy ti is benn vagytok a versenyben, viszont arra szeretném titeket kérni, hogy segítsetek minket és kövessetek az Instagram, illetve részletek be a Facebook csoportokban. És ezután egy kapott következik. És ott megtaláljátok majd ezeket a fotografikákat, amiket most kivetítettünk. Nem lát. Többet kellett kiválasztani, sárta.
Gész társadalás. Na, az egy jó válasz. Három tehet. Pusztulás, én biztos.1 millió alga,
1 millió konápféret, 100 bogár, 80 közgrízte és 50 hókér. Talajban élő szervezetek szövegek körülbelül megjelentik a felszínen élő természetes klímákat a megével, az élő lények közsúlyával. Ez jó termő képességű talaj esetében hektáronként a 20 tonnát is meghaladhatja. Mérsékelünk. Minél alacsonyabb látunk, hogy mérsékeznek kell pedig megállítunk a bolygók melegedését. A klímaváltozási különböző faktorai, például a széndioxid szint emelkedése, melegedés, illetve a csapadék viszonyok megváltoztatására eltérő hatást fejtetünk ki. Közép-Európára melegebb, szárazabb rakat, valamint enyhébb csapadékosabb teleket jósolnak, mindez aszályokat okozhatnak jelentős termés kieséseket. A melegedésnek leginkább a sarki régióban várható erősebb hatásra, mint a talajban, amely megnöveli a szén és a nitrogén arányát. A megnövekedett szén elsődleges produkció növekedési, avar minőségi, mennyiségi változást okozhat. Kicsit beszéljük a bioszféráról. Az elemek felforgása az élettelen környezetből az élőlények ki, majd vissza a környezeti elemekbe, ez a talaj, víz és levegő. Ezek biogeokémiai ciklusokban valósulnak meg. A földi élet alapvető hat elemre épül. A hidrogén, a szén, a nitrogén és a foszfor, illetve az oxigén és a kén. Ez az élet 90%-ával